Családomban senki nem volt muzsikus, ám a zenét kedvelték a szüleim. Gyerekkoromban nem szerettem a komoly zenét, csak a könnyűt. Amikor a szüleim elvittek az operába, akkor konkrétan elaludtam az előadáson. Viszont amikor a rádióban Whitney Houstont vagy Celine Dion-t hallottam énekelni, borzasztóan örültem, nagyon-nagyon tetszett. Ezért kezdtem el ilyen és hasonló műfajú dalokat énekelni, csak úgy magamtól. Könnyű zenét soha nem tanultam énekelni, úgy gondoltam, hogy sokkal egészségesebb a hangnak, ha a komoly zenei hangképzést tanulom meg, ilyenfajta oktatásban részesülök. Azonban a szeretet továbbra is megmaradt a könnyű műfa iránt, innen bennem ez a kettőség. A pályafutásom úgymond 10 éves koromban kezdődött. Hegedülni tanultam, és a tanárom javasolta, amikor észrevette, hogy nagyon jól énekelek, neked lehet, hogy inkább énekelni kellene, mint hegedülni, mondta. Ezért Grazban, ahol születtem, beajánlott egy nagyon híres operaénekesnőhöz tanulni. Amikor elkezdtem hozzájárni, ez volt az a pillanat, amikor eldöntöttem, mindenképpen operaénekes szeretnék lenni. Tizenhat évesen kerültem Bécsbe, és ott kezdtem el komolyabban a tanulmányaimat iskola mellett. Ezért ez nem volt olyan egyszerű. Ezután mentem a Zeneakadémiára, ami alapvetően 7 éves képzést jelent, de én 6 év alatt elvégeztem. Utána a Frankfurti Operaházhoz szerződtem.
Egyértelműen Mozart Kosszifán tutéjából Fiordaligi szerepe volt a nagy kiugrás. Ezt a szerepet már Bécsben az egyetemen is énekeltem, és utána ezt kaptam meg Zürichben, és még 5 különböző produkcióban énekelhettem. Ha meg kellene nevezni egy kedvencet, akkor ez lenne az. Ugyanakkor nagyon szeretnék Wagnert is előadni, természetesen Mozart repertoárt, illetve a könnyebb olasz Donizettit. Jelenleg van egy felkérésem Desdemona szerepére.